Számsoroktól remélnek gyógyulást azok, akik hisznek Grigori Grabovoj módszerében. Az orosz ezoterikus követői nem mennek orvoshoz, ha betegek, hanem különböző számsorokat írnak magukra, és ettől várják a gyógyulást. Hogy ez mennyire veszélyes, erről kérdezzük most dr. Novák Unor gyermekgyógyász szakorvos előtt. Egy jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Jó reggelt! Jó reggelt! Egészen elképesztő maga a hír, és hogy egyáltalán van olyan ember, aki tényleg ebben hisz, nem megbántva ezzel másokat, de az tényleg hihetetlenül hangzik, hogy valaki mondjuk 6-8 számból álló számsort a kezére ír, és azt gondolja, hogy reggel elmúlik a náthája. Hát szomorú, de sajnos ez a gyakorlat, és igazából ez csak a jéghegy csúcsa. A probléma az az, hogy szokták mondani, hogy Magyarországon a focihoz mindenki ért. Azt mindenki megszakérti. Én hozzáteszem, hogy Magyarország nem csak a 10 millió focista országa, hanem a 10 millió orvos országa, hiszen... Hát azért ez kirívóbb eset, azért ezt nem lehet mondani. Hát én nagyon sokkal találkozom, tehát mindenkit óvaintek attól, hogy különböző ilyen áltudományos fórumokról, hozzászólásokból tájékozódjon, de azt tapasztalom én, tapasztalatom az, az orvosi gyakorlatban, hogy nagyon sok szülő fordul különféle alternatív, egészen nonsens dolgokhoz, amiknek azért veszélye is vannak, de hát akkor mutassuk be, hogy miről van szó. Na. Hoztam itt egy számot. Tudod-e, kedves Zsuzsa, hogy ez minek a száma? Nem. Nem. Hát nem. Akkor nem készültél fel eléggé erre az adásra, vagy nem végeztél el még egy ilyen több tízezer... Nem vagyok érdekelt a témában. Úristen, neked ez a bajod? Tehát egy több, több tízezer forintos tanfolyamot, hogyha elvégzed, akkor megtudhatod, hogy ez a fejfájásra jó. Ez a szám. Ez a szám. Hát, hogy ezt magamra íratnám, és fejfájásom lenne, akkor elmulasztaná a fejfájás. Így van, nagyon kell rá koncentrálni, tökéletes. Nagyon. Akár agydaganatra, egyébre agydaganatra is, ajánlják. Agydaganatra is ajánlják. Ez a szám hasfájásra, epekőre jó. Ez most halálkomoly, tehát ezt nem én találtam ki. Egyik sincsen, hát nézzünk olyat, ami van. Tehát, hogy hát egy számot... Nem biztos, hogy jó, hogy megmutogatjuk ezeket a számokat, mert esetleg még valaki tényleg úgy gondolja, hogy ez a, nem tudom, 19.157, ez majd a hasfájására jó lesz. Hát igen, mindjárt erre kitérünk, tehát ez egy hülyeség, akkor mondjuk ki így egész egyszerűen. Úgyhogy én a nézőknek, meg mindenkinek továbbra is azt javaslom, hogy ezt az egy számot jegyezzék meg, a 104-et. Tehát ha probléma van, akkor hozzájuk kell fordulni. Igazából... Szerintem, hogy valami kialvatlanságra hozol nekem egy számot. Beszéljünk egy picit komolyan erről, mert ez tényleg probléma, hogy valaki ebben hisz. Igen. Ugye, mik a veszélyei? A veszélyei az, igazából azt mondja, hogy ez egy jéghegy csúcsa, tehát nagyon sok ilyen kuruzsló létezik Magyarországon, és Magyarországon is, és tényleg az a probléma, hogy mindent elhisznek a szülők. El kellene fogadni, hogy a gyerekek az elsőprő többségben vírusfertőzést kapnak el, ami spontán gyógyul. Tehát igazából hiába adunk ilyen számokat, meg bármit próbálkozunk, esetek többségében meggyógyul, elmúlik a fejfájás, megszűnik a hasmenés, viszont, és Magyarországon is volt erre példa, gondoljunk csak az agárdi kisfiú tragikus halálára, ott ugye szóba került a fényevés is, igen. Meg gyakorlatilag az, hogy egy súlyos betegsége volt, és egy természetgyógyászt hívott, aki homeopátiával, mágikus energiával, meg különböző fém dolgokat lengetett körülötte, és az a gyerek az keserves kínok közepette meghalt. Amerikában nemrég gyakorlatilag egy másfél éves gyerek agytályokban halt meg azért, mert a szülők a gennyes középfő gyulladását nem kezelték. Ugye az a probléma, hogy ezzel nagyon sokszor együtt jár, pláne ha ilyen fórumokra betéved az ember, a védőoltás ellenesség, az összeesküvés elméletek, és hogy elutasítjuk az orvoslást, megoldjuk természetes úton, nem adtak a gyerek középfő gyulladására, ami gennyes középfő gyulladás volt, antibiotikumot, agytályog, meghalt. Én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik ezeknek bedőlnek, nem? Hát, hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag több tízezer követője van ennek az oldalnak, és tudok mondani egy konkrét példát, miután én írtam erről felháborodva, mert azt gondolom, hogy felháborító, hogy gyerekeken kísérleteznek, mert az, hogy valaki felnőttként már elnézést, de ilyenekbe hisz, ami szerintem nevetséges és ciki. Jó, de az felnőttként el tudja magáról dönteni, hogy miben hisz, vagy miben nem. Hát így van. Egy gyerekről viszont, akiről gondoskodnak, akinek meghatározzák az életét, meghatározzák a fejlődési útját, azt nem lehet kitenni veszélyeknek. Így van, tehát én arra búzdítok mindenkit itt az agárdi kisfiú tragédiájából okulva, hogy fogjunk össze, és hogyha a kedves tévénézők azt látják, hogy a
a környezetükben van egy ilyen gyerek, akivel probléma van, nem akarják orvoshoz vinni, akkor azt jelezzék a gyermekvédelem felé. Tehát, hogy történjen lépés, hogy előzzük meg ezeket a későbbi tragédiákat. Hát ez nagyon nehéz egyébként, hogy merünk-e lépni, hogyha a szomszédunkról van szó, a szomszédunk gyerekéről van szó, egy rokonunkról, vagy hozzátartozónkról van szó, akiről nem mi gondoskodunk közvetlenül, és hogyha gyerekről van szó. Ön szerint egyébként minden természetgyógyászati módszer az meghazudtolandó? Nem gondolom, tehát vannak, amik működhetnek, ugye ami nagyon elterjedt például a homeopátia. Azzal kapcsolatban én azt szoktam mondani, hogy legtöbb szülő az nem tudja valójában mi. Tehát a gyógynövények azok abszolút egy jó dolog, és sokan azt hiszik, hogy ebben gyógynövény van. Tehát a homeopátia alapelve az tulajdonképp hasonlóan nonsens, mint ez. Tehát ott az történik, hogy mondjuk hogy kész egy homeopátiás fájdalomcsillapító. Én bedobok egy tabletta fájdalomcsillapítót görög tengerparton, és 3 év múlva kiveszek Egyiptomnál 1 kanál vizet, tehát ez a homeopátiás higítás, ez az 1 kanál víz, ez egy tökéletes fájdalomcsillapító lesz. A homeopátia az ez, és gyakorlatilag az összes orvosi konferencián elhangzik, hogy nem csak hogy hatástalan, mert vizsgálták ennek a hatását, ugye Ausztráliában is több 10 000 emberen, tehát ez is azt gondolom, hogy komoly veszélyeket rejthet, ha nem fordul orvoshoz, és ha csak ebben bízik. Ezt nem tudom megmondani, őszintén szólva, én nem vagyok orvos, de köszönjük szépen, hogy ön elmondta a véleményét. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.